Sziasztok, nyertesek, Délvén 306. részben, a Marci vagyok, és a mai epizódban a preferenciákról lesz szó. Illetve, hogy volt-e már olyan beszélgetésed ismerőssel, baráttal, családdal, hogy mi a te típusod? Mondjuk partnernem. És akkor szeretem a barna, vékony, erős felső testűeket. Vagy szeretem a nagyfenekű, nem tudom, kemény combokkal rendelkező, feszes vádliú valaki. És nekem így még a házasság előtt voltak olyan gondolataim, meg beszélgetéseim, hogy tudom magamról, hogy nekem a típusom azok a szőke lányok, talán így megfogalmazva. És csak ennyi. Hogy a szőkék, azoknak visszanézve a múltamra is, azt mondtam el, hogy nekem a típusom a szőke lányok. És akkor elkezdem gondolkozni azon, hogy jó, de mennyi igazságot hordoz, hogyha most a feleségem annál barnább hajú, barnább leányzót nem is látott még a föld. És el kellett jönnöm, hogy ezek a típusozások, vagy bármilyen fajta preferenciánk igazából, ami van a világban, az mind-mind-mind kondicionálás által lett csak belénk kódolva. Viszont, hogyha én mondjuk, tehát nem nézek annak a mélyére, hogy oké, nekem milyen preferenciáim is vannak, mert van, mindenkinek vannak preferenciái, és a legjobb esetben, és legautomatikusabb esetben ezek megmondják, hogy oké, ez a partner, ez a preferenciád, és hogyha összejön a dolog, és tök jó, akkor minden fajn. De egy ilyen esetben, hogyha például egy barnahajú feleségem van, és nekem beragad az, hogy nekem szőkék a preferált partnereim, akkor az olyan belső kis diszonanciát tud okozni nap, mint nap. Amit amíg nem vetkőzök le, addig az ott lesz, és egy kis feszülésként mindig ott lesz hátul. Tök jelentéktelen dolognak tűnik. De mégis, hogyha nekem az az igazságom, az a hitvallásom, hogy én hozzám egy szőke leányzó tartozik, akkor az egy teljes diszonancia lesz minden nap, amikor fölkerek a panni mellett. És egyébként tehát ezek a preferenciák és ezek a típusok, mi a típusod, ez a legjobb hasonlatot tudnék találni rá, az tényleg az, mint olyan, mint egy bögre. Mint egy kávés bögre. Amit reggel van, a sok bögre közül van az, amit nagyon szeretsz a reggeli kávét, és mindig azt használsz hozzá. De önmagában átgondolva az összes bögre ugyanannyit hordoz, legtöbbször van füle jobb esetben, nincsen, de italt tart. Tehát fő funkciójában mindegyik megegyezik. És az emberekkel is teljesen így vagyunk, hogy vannak típusaink, van, akik könnyebben közeledünk. De pusztán ennyi. Csak könnyebben közeledünk. De amíg, és most visszautalva, bár nem erre akartam menni, de ugyanilyen a bőrszín is. Vannak bennünk olyan elrejtett preferenciák és típusok, hogy valamilyen bőrszínhez valamit kötünk. Amik mind kondicionált dolgok. Amíg ezeket a kondicionált preferenciákat, típusokat nem hámozzuk le, és aztán lehet, hogy visszarakjuk, mert úgy tartottuk jónak, hogy de az a fajta típus az tényleg az jobb, az bármi. De amíg nem hámozzuk le, addig nem tudtuk meg pontosan, hogy mi volt a kondicionál dolog, és mi volt a sajátunk, amit mi építettünk föl magunknak. Úgyhogy bátorítok mindenkit, hogy nézzen utána ezeknek a preferenciáknak, ezeknek a típusoknak, ezeknek a kondicionálásoknak, és nézzétek meg, hogy mi van alatta, és hogy mit szeretnél belőle visszavenni. Már ennyit. Érdekesnek találtad, küld tovább valamelyik ismerősödnek. Illetve holnap várlak vissza egy újabb Daily Winnel. Share your win, win more. Hello.